a Szabadkai Gyermekszínház megtelt fiatal néptáncosokkal, akik egész Vajdaság területéről érkeztek. A tapasztalt táncosok nem izgultak a verseny miatt. Én 4 éve táncolok már. És szeretted a táncot? Szeretem. A 3-tagú zsűrinek nem volt könnyű dolga. A gyermekek becsületesen felkészültek a versenyre, nem csak táncgyakorlásban, hanem elméletben is. Farkas Tamás szerint Vajdaságban magas szinten folyik a néphagyományok őrzése és a néptánc oktatása is. Több szempont szerint fogja a zsűri értékelni a gyerekeket, vizsgálni fogjuk a táncosok által elmondott kis szöveget, amelyel bemutatják a táncokat. Nézzük majd a folklorisztikai hitelességet, a megjelenést és a viseletet. Az öltözőkben, ahol a gyerekek felkészültek, nagyon jó volt a hangulat. Nem versenyezni jöttek a fiatalok, hanem bemutatni, hogy mit tudnak. A Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület szervezte meg a táncversenyt. 13 településre érkezett közel 70 táncos gyermek, és a zenekarral és felkészítőkkel együtt több mint 100-an vagyunk ezen a rendezvényen, és azt gondolom, hogy igen sikeresnek mutatkozik már ez is, mert ezek az izgalmak, ezek a csillogó szemek szerintem mindenkit fel tudnak úgy villanyozni, minden pedagógust, minden érdeklődött szülőket is, érdemes ezekre a gyerekekre odafigyelnünk. Ez a célunk, hogy minél több gyerek csinálja ezt a műfajt, és minél több gyerekben maradjon meg. 3-tagú zsűri értékelte a produkciókat. Tóth Zoltán, Mihó Erika és Farkas Tamás néptánc pedagógusok. A talpalávalót a Juhász zenekar biztosította.